Sziasztok gyerekek, le akítom a rádiót, mert ezt jogvédetzen lehet másrészt, meg... Na hát mondjuk, hogy én képes vagyok úgyis rádiót hallgatni, hogy nem is szól rendesen, mert zajos. Na mindegy, gyerekek, hogy vagytok, mi újság? Az a lényeg, hogy véget ért a karácsony is, hogy Jézuska neked mit hozott, például azt a remekbe szabott tartót, amiben most benne van a telefon, most azt próbálom ki, hogy milyen. Eddig ilyen autós videoblogot mindösszesen egyetlen egyszer csináltam, és akkor még nem is ez a telefon volt. Ez a telefon, amit most képet szolgáltatja, ez nem más, mint egy Vernet-Tor. Közben ott meg nem látjátok, nem tudom átkapcsolni másik kamerára, ott nagyban megy a chemtrail. Na mindegy, ez a telefon, ez nem más, mint egy Vernet-Tor típusú telefon. És a front oldal kamera is egész jó. Most nem tudom, vagy 5 vagy 8 megapixeles képet tud csinálni. És videót pedig 720p-be tud rögzíteni, ami hát manapság már talán nem annyira jó, de nem akarom. Tehát nincs is egyelőre, nincs is olyan számítógép, amivel föl tudnék dolgozni egy 1080p-s videót, vagy egy 4K videót. És arra pont jó, hogy ezt még könnyen meg tudom vágni, és még azért mégiscsak HD, nem full HD, de legalább simán HD. Egyébként fölmegyünk most a MUK-ra. Az egy ilyen, a Soproni hegységnek egy ilyen nevezetes pontja. Régen volt ott egy kilátó, aztán volt ott, mi az, belügyminisztérium üdülőháza, amiből pedig egy étterem, illetve panzió lett a rendszerváltás után, és ez sajnos egész pontosan egy éve bezárt. De egy remek hely volt, tehát ott volt például az érettségi... Mi? Bankett? Nem bankett, nem. És, vagy a ballagási ebéd, vagy na, ilyesmi, azt is ott tartottuk, és fú, akkor valami vadpörköltet tettem, mivel ilyen csigatésztával, és nagyon jó volt. Sajnálom, hogy bezárt ez a hely. Egyébként ez a kocsi, amit tolok most, ez egy 1995-ös 1.4-es B-Corsa ütajtós. És meg nem mondom hány lóerővel, de megy jól, az a lényeg. És meg hát őszintén szóval szeretem ezt vezetni, mert egy ideje ezzel járok, vagy egy időben ezzel jártam dolgozni, mostanában is járok még, és megszerettem ezt a kocsit, jó kis kocsi ez. Jó, persze mondjuk az egy jó 21 éves, nyilvánvalóan vannak az iránti tervek, hogy hogy esetleg egy saját gépját beszerezzek, csak ugye az a baj, hogy hát mindig is hangoztattam, hogy jaj, minek ennyi autó a családban, meg mit tudom én, meg ezért áll dugóban a város, meg ilyenek. És most akkor ugyanezt csinálnám én is, tehát hogy... Na mindegy. Hú, bazd! Lecsúsztam a patkán. Most ez egy ilyen hülye helyzet, ahol itt megyünk, mert a város felől, hogyha jön az ember, nevezük Sopronnak, akkor a településnek nincs vége. Viszont elkezdődik egy lakóövezet, ami errefele meg nem ér véget. Tehát egy papíron végig 20-szal lehetne csak jönni, viszont itt följebb már ilyen 30-as táblák vannak, amik aztán azok is eltűnnek, meg minden. Miközben vannak bekötőutak, most nem igazából senki nem érti, úgyhogy mindenki olyan, szerintem a 40-es tempóval szokott itt mindenki menni. Olyannal még nem találkoztam, hogy itt baleset lett volna, olyanról viszont hallottam, illetve láttam is képeket, hogy lerobbant az autója valakinek, itt fönn, a hegyekbe, és nem tudott lemenni a kocsiban. És egy pár nap múlva már mindent kilopott, föl volt, rommá volt törve a kocsi, úgy értem, hogy ilyen
tehát hogy ilyen rongálásosan, tehát hogy kitörték az üvegeket, mit tudom én, ellopták a kerekeket, kilopták a rádiót, mit tudom én, teljesen ki volt fosztva az ott egy ilyen pár nap alatt, itt Sopronban, ez a legdurvább. És egyébként ahogy szépen haladunk fölfele, egyre ez kezd kicsit síkos lenni az út, ami még okozhat problémát. Okozhat legkellemetlen perceket, mondjuk úgy. Másrészt meg... hát itt már van hó. Azt nem mondom, hogy jelentős, de azért egy leheletnyi mennyiségű hó már van itt. December 29-e csütörtök van egyébként, és pár napja esett hó, ami a városban ugye, sőt tegnap esett konkrétan, tegnap előttről, tegnap napira éjjel, meg reggel, és teljesen elolvadt a városban, itt fönn viszont remekül mutatja magát, jó persze azért nem vagyok még annyira magasan, viszont tegnap fölmentünk a Rosália hegységbe, ahol viszont azért volt egy masszív 15 centi hó, konkrétan hófúvás volt fönn a hegyen. Jó, mondjuk az 748 méter magasan voltunk a Rosália hegység legmagasabb pontján, a Heubergen, a Rosália kápolnánál. Hát ilyen. Közben jön fönn. Jövünk fel az erdei úton, itt már autók parkolnak, ő pedig itt félre tudna csusszanni. Szemből jön, aha, de van szó. Ez egy ilyen egyszemélyes út, maradjunk annyiba, vagy egy autós út. Na most viszont húha itt áll, egyes síkos. Ha jönne valaki szemből, akkor jól beszoknám. Megszívnám. Reménykedjünk, hogy nem fog senki szembe jönni. Hát is persze, hogy jön, nem igaz? Jaj, ott van egy ilyen félreálló hely. Senki? De jön. Jó helyre jövök. Jó. Itt azért már halljátok. Aha. Majdnem szívás lesz lejönni. Ó, bazd meg! Ó, megint jött egy autó szembe. Jézusom. Talán mégsem volt egy jó ötlet ide följönni. De hát most már végig menjünk az úton. Ó. Húha. Az volt a baj ugye, hogy nappal itt is plusz fok volt valószínűsíthetően, és akkor szépen elkezdett olvadni. Majd pedig az visszafagyott, és lett a tükörjég, amin pedig, hát... tudjuk, mi történik a kerékgumi és a tükörjég találkozásánál. Jó. Na, innen már talán egy nyíregyenes útszakasz van. Emelkedő az van benne. De... legalább... nem kell itt csúszkálni. Milyen hangot adtunk így. Kettő nappal ezelőtt voltam itt fönn, és akkor még semmi az égvilágon nem volt. Ugye itt a jó ég. De hát szemmel láthatom, mások is voltak itt. Na, nem biztos, hogy fel fogok. Aha. Vaj, nem lesz szét lejönni. De jó ég. Ha.
rendesen le van fagyva a bokker. Hogy fogok én itt lemenni? Amiért ide följöttünk, az nem más, mint a kedvenc rádió, illetve a kedvenc hobbim, a rádiózás. Már nem csak a munkám, hanem a hobbim is a rádiózás, aminek azért a tartalmát, vagy hogy mondjam, eredményét szoktátok látni a csatornámon, vételek szempontjából. És ez egy remek hely, itt ahol fönn vagyunk. Nagyjából 500 méter magasan. És pont most ilyen terjedéses időszak is kezdődik, és már jönnek ilyen dolgok szépen, mint például a Kapuári Rádió. Mondjuk az alapból is jön, de ilyenkor jobban. Na, fókusz, megjön. Aztán ez nem jön, mert én zavarás is van, de itt van például két Duna Rádió, mondjuk hogyha egy méterrel odébb állnék, akkor már tisztán jönne. Aztán mondjuk, hoppá, itt van a, még többen a hangom. Egyik kedvencem, tudják, hogy mit tankolok? A Music FM Budapestről, mi ugye itt vagyunk a Soproni hegységben, de jön itt más is, itt van például Győrből a, az a rádió, amin csak lejárt slágerek mennek, amit talán meg is tudunk, hogyha kiírja, mondjuk, írd már ki! Na szóval, ez a... Ez a rádió, aminek a nevében 1-es van. És nem FM1, és nem MR1, hanem Rádió 1J, és bal oldal került a főrek most őkben. Aztán mi van még itt? Itt van például a... Nem túl jól fogható Lánchíd Rádió is. Illetve, nézzük csak, menjünk valami... A 100.5-ön... Volt régen ugye a Klassz FM a... Előtte meg a Danubius a Kaphegyről. Itt pedig... Linzből hallatszik most a... Live rádió Uber Österei, aminek ugye normális esetben nyoma se kéne lennie, mármint hogyha menne Kaphegy. Na jó, azt hiszem ennyit a rádiózásról. És most nekünk lejutni. I can treat you better, Shawn Mendes. Na most innen szép lesz lejutni. Óvatosan ez a kettesben gurulásos dolog. Mi ez a fény? Ha lehet, hogy inkább egyes lesz. Nem, maradok a kettesnek. De tényleg óvatosan kell csinálni, mert ebből lehetnek a... az árokba csúszások. Jó. Ha nyomok egy féket, akkor ez történik, hogy... Na... Ezért inkább nem fékezek, hanem szépen motorfékkel legurgulázunk innen. Amikor itt voltak kocsik, azok eltűntek parkolóból. Thank you.
can't believe the night lay waste, all we'd give it. But honestly, you've gotta know that this ain't living. But we could run from Elysium and let it. Nothing new. And my lover's honesty, I can push it back down if I have to, if you want me to. 'Cause we can run, and we can. Tell me now, what's left to lose if we're